Kubella Ferencre, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagjára emlékeztek Bácskos útfalván. Várják a jelentkezőket az idős és beteg polgárok gondozásával kapcsolatban tartandó kerekasztal beszélgetésre. A bajsai óvoda udvara hamarosan új tartalmakkal bővül. Lovra Éva könyvbemutatója Topolyán. Kézműves játszóház a közelgő ünnepek jegyében. Köszöntöm kedves nézőinket, november 28-ai híradónkat látják. Kerekasztal beszélgetést tartanak az idős és beteg polgárok gondozásával kapcsolatban december 3-án Topolyán a községi tanács termében. Erről is az ezzel kapcsolatos törvényes rendelkezésekről Csikós László, a Munkaügyi Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Minisztérium államtitkára beszél, és azoknak a részvételére számítanak, akik már eddig is foglalkoztak ilyen tevékenységgel, és munkákat tudnának végezni az idős személyek ápolásával kapcsolatban. A kerekasztal beszélgetés 12 órakor kezdődik. Azok, akik szeretnének részt venni a megbeszélésen, jelentkezhetnek a 024 715 899-es telefonszámon. Csubella Ferencre, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagjára, első elnökére emlékeztek tegnap a Bácskos útfalvi központi temetőben, a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete és a helyi közösség szervezésében családtagjai, politikustársai, barátai és tisztelői. A 19 évvel ezelőtt, 1995-ben tragikus körülmények között elhunyt politikus munkássága során küzdött azért, hogy jobbá tegye a vajdasági magyarság esélyegyenlőségét. Sírjánál Cunkovics Éva szavalatát követően Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke szólt a jelenlevőkhöz, kiemelve, hogy Csubella volt az a kisebbségi érdekekért küzdő, példaképként szolgáló politikus, aki a többpártrendszer kialakulása után lehetőséget teremtett a kisebbségi politizálásra, ami élete során végig kísérte. Bátran küzdött a délszláv háború kitörését követően a kényszerbesorozások ellen. Emlékszem ottan 92-ben, amikor Vajdaság szerte föllángolt egy ellenállás az értelmetlen háború ellen, és ott a paprika malomban összegyűltek azok, akik megtagadták a részvételt abban a háborúban, amelyben semmi keresni valónk sincs, sem volt. És a történelem visszaigazolta, hogy valóban semmi keresnivalónk nem volt ottan. Ő volt az, aki élére állt annak a népakaratnak, amely ezt kimondta. Élére állt, vezette azt, és én úgy érzem, hogy az áldozataink ellenére sikerre vitte azt a mozgalmat. Azt a népakaratot, amely arról szólt, hogy a magyar embernek ezen a tájon van fontosabb dolga is attól, hogy más érdekébe engedje magát elvinni a vágóhídra. Szintén ő volt az, aki élére állt annak a mozgalomnak, amely az országban bevezetett, létrehozott többpártrendszer után megtalálta azt a működési formát, amely lehetőséget teremtett az eredményes politizálásra. Többféleképp lehet politizálni, mint ahogy minden mesterséget többféleképp lehet végezni, de valószínűleg, hogy a legnagyobb örömet és hasznot a közösségnek az eredményes politizáláshoz. Én úgy gondoltam, hogy most, amikor lehetőséget kaptam, hogy itt beszéljek Csubella Ferencről, akkor szeretném azzal zárni gondolataimat, hogy mit tenne ő ma itt, Vajdaságban, Szerbiában. A magyarság politikusa. És én úgy érzem, hogy az, amit ő akkor megérzett, hogy
azt kell tenni, amit a nép akar, ami a nép, tehát a nemzetnek az érdeke, magyar nemzetnek az érdeke. Ő ugyanezt ma is megérezni, és ugyanezt megtenni. Eredményesen tenni. És ki tudna alakítani újra egy csapatot, amely ezt meg tudná valósítani. És ma pedig egyértelmű az, hogy a megváltozott körülmények között is egyetlen célunk az ittmaradás, a megmaradás, a fogyásból a gyarapodás állapotba való áttérés, egy olyan gyarapodásba, amely azt jelenti, hogy a magyarság túléli ezt a nehéz időszakot, megbízik önmagába, összefog önmagával, és eléri azt, hogy akik ma elmennek, és sokan elmennek a jobb élet reményébe, előbb-utóbb visszatérjenek ide, ahol a szülőföld van, ahol a haza van, ahol a helyünk van, ahova Jóisten teremtett bennünket. A közlekedési balesetben elhunyt Csubela Ferenc síremlékén elhelyezték a kegyelet virágait. A megemlékezés Kisantal Bácskos udvarfalvi református lelkipásztor Esperes sírjánál folytatódott, aki 55 évig állt a helybeli református közösség élén, és összetartásra buzdítva küzdött a magyar közösség érdekeiért. Az Esperes nyugvóhelyén is elhelyezték koszorúikat az emlékezők. A jövő év elejétől olcsóbbak lesznek a gyógyszerek, jelentette ki Momcsilo Bábitya köztársasági egészségbiztosítási alapigazgatója. A gyógyszerek új árai összhangban lesznek az európai országok áraival, amely a legtöbb esetben csökkenést és csak néhány esetben jelent áremelkedést. Az árak átalakításával az alap várhatóan 5 milliárd dinárt takaríthat meg évente. Szrügyen Verbics oktatási miniszter szerint a tanügyi dolgozóknak azonnal be kellene fejezniük a sztrájkot, és úgy vélte, hogy a problémák megoldása érdekében közös testületeket kellene alakítani az oktatók és az igazgatók képviselőivel is, nem csak a szakszervezetekkel. Az egyetlen távlati megoldás, ha a tanítók és a tanárok megfelelő fizetési osztályba lesznek besorolva, amely összhangban van szakképesítésükkel és felelősségükkel. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, fennáll a veszélye annak, hogy a legjobbak elhagyják a tanügyet, vélekedett Verbics, aki szerint a kollektív szerződés nem jelent tartós megoldást, a minisztériumnak viszont konkrét célokkal és számokkal kell előrukkolnia ahhoz, hogy a gondok megoldást találjanak. A hízósertés ára rohamosan esik vidékünkön. Topolya környékén 140-150 dinár a sertés élősúlya, ugyanakkor a bevásárlóközpontokban 1 kg disznócomb már csak 205-től 300 dinárba kerül. A fogyasztók örülnek, azonban ez hosszú távon a hazai termelés felszámolásához vezethet. A bajsai óvoda udvara hamarosan új tartalmakkal bővül, megjavítják a meglévő játékelemeket, újakat helyeznek el, homokozó is épül, valamint az udvar köré élő sövényből vonnak kerítést. A munkálatokat a Szatrakt és a bajsai helyi közösség támogatja. December 4-én csütörtökön a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár padlástermében mutatják be Lovra Éva Szabadka urbanizmusa és építészete a II. Világháború után című kötetét. A könyv bemutató 18 órakor kezdődik. Közreműködnek Pesti Attila, Sági Varga Kinga és Szilágyi Mária. A Topolyai Művelődési Ház szervezésében december 13-án szombaton 16-tól 18 óráig játszóházat tartanak a közelgő ünnepek jegyében. A foglalkozásvezető Budai Sinkovics Margit, a belépő 100 dinár, jelentkezni személyesen, vagy pedig a 713-515-ös telefonszámon, illetve a képernyőn látható e-mail címen lehet. Víradás volt tegnap Topolyán, 86 víradó jelentkezett, ebből 72-en adtak vért, 14 új víradót is bejegyeztek. Összesen 36 liter 720 ml életmentő folyadék gyűlt össze. Legközelebb az Entagunarasi Művelődési Házban lesz víradás december 2-án. Híradók után Barázdákon át című műsorunkban ma a topolyai gazdakör tevékenységeiről és aktuális mezőgazdasági témákról beszélgetünk. Műsorunkat 16 óra 30 és 19 óra 30 perckor tekinthetik meg. Apa, anya, gyerekek című műsorunkkal ma 21 órakor jelentkezünk. Ezúttal a topolyai pécsi családhoz látogatunk. A műsort szombaton 20 és vasárnap 17 órakor megismételjük.
Vasárnap tartották meg a Mikulás Kupa nemzetközi karate versenyt Szabadkán. 8 ország, mintegy 500 sportolója lépett tatamira. Közöttük a topolyai versenyzők is. Kovács Lajos, Major Dániel és Kovács Deján aranyéremmel tért haza. A férfiak ezen kívül még 4 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. A női mezőnyben Natalia Pavlovics volt a legeredményesebb topolyai. Ezüstöt szerzett. A hétvégén egy pécsi tornán mutatkoznak be versenyzőink. A Topolya kosárlabda csapata az elmúlt fordulóban hazai pályán kikapott a Bega Szentgyörgyi Szveti Györgye csapatától 65-77 arányban. Holnap a kulai csapat ellen lépnek pályára idegenben. Csapatunk a táblázaton 14 csapat közül a 12. 11 ponttal. Szombaton marad a szürke párás idő, elszórtan lehet további gyenge esőszitálás. Reggel 0, délután 5 fok köré kúszik a hőmérő higanyszála. Vasárnap délnyugat felől vastag felhő éri el hazánkat, ezért egyre több felé kiadós mennyiségű eső kezdődik. Marad az 5 fok körüli csúcsérték. Hétfőn, kedden borús csapadékos idő várható, sokfelé lesz eső, havas eső, néhol hó is. Megerősödik az észak-keleti szél. Reggel fagypont körül, délután fagypont felett alakulhat a hőmérséklet. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebookon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!